kívül még nyugodt tavaszi hangulat itt Debrecenben a Phoenix csarnok előtt, bent pedig ez a hangulat, fergeteges kézilabda fiesta, avagy a Tipmix férfi magyar kupa 4-es döntő finálé a 2017-ben élőben itt az M4 Sporton, Telekom Veszprém, MOL Pix Szeged. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, zsúfolásig megtelt, amennyire megtelhetett a Phoenix csarnok, a képen pedig a szegedi mag és a bika, aki behozta nagy hangzavar közepette a veszprémi zászlót, és most pedig a veszprémi szurkolók hangja jött meg. Itt van a két kabala figura, akik hát a kezdőkörben játszottak, meg verekedtek, utóbbi ne legyen, bár az elmúlt két Veszprém-Szeged Magyar Kupa döntőn volt rá példa játékosok, valamint edzők között is. Hangulat most is paprikás, és egyre jobb. Jön a szuper döntő tehát, sorozatban a hatodik Veszprém-Szeged-Szeged-Veszprém finálé a férfi Magyar Kupában. Ez lesz a két csapat 18. döntője, ha a Magyar Kupa egészét nézzük. Ebből jelenleg 13 veszprémi és 4 szegedi siker, ami a két csapat mérlegét illeti. És hát a mérkőzés előtt, miközben látjuk a szegedieket készülni, azért is lehetett egy picit idegesebb Xavi Sabaté, mert hogy még mindig nem tudjuk és nem tudta megmondani, hogy a kezdésig kiket jelöl a csapatába. Az biztos, hogy Gulyás Péter és Márkó Kopjár a mai mérkőzése nem fog pályára lépni. Azt viszont Xavi Sabaté még mindig titkolta, hogy Nagy László, Dragan Gajic, Blagotinsek, Ligetvári, valamint Csema Rodriguez közül, tehát az ötük közül ki az a három, akit még benevez, vagy ki az a másik kettő, akit nem. Vagy lesz olyan, mint ami volt az egyik bajnoki döntőben, hogy menet közben nevez be valakit a spanyol mester. Szóval még mindig taktikáznak egy kicsit a felek, de bő 4,5 perc és minden kérdésre választ kapunk, hiszen akkor elindul a Magyar Kupa döntő. Mind a két csapat, ha úgy tetszik, alanyi jogon van itt a Magyar Kupa 4-es döntőben, de ez az alanyi jog azt jelenti, hogy ehhez az előző bajnokságban az első, valamint a második hely valamelyikén kellett végezni, és ugye a kiírás értelmében a bajnoki első, illetve a második helyezetnek két mérkőzést is elég megnyerni ahhoz, hogy a Magyar Kupa győztesének hívhassa magát. Elképesztő a hangulat, ezt nehezen tudom érzékeltetni, bár ez a feladatom, illetve fokozni meg aztán még inkább, hiszen erre van itt egy hangulatfelelős. Több száz szurkoló egyik, illetve másik oldalról, természetesen a tatabányaiak, valamint a csurgóiak is maradtak, és még nagyon sokan a büfékben. És hát várjuk a szuperrangadó folytatását. Idén már, legalábbis ebben a szezonban volt már kettő, egyiket 2 góllal Szegeden a szegediek nyerték, a másikat pedig 1 góllal a veszprémiek. Veszprémben így alakult ki az, hogy bár jelenleg a magyar bajnokság tabelláját a Veszprém vezeti, vesztett pontok tekintetében ugyanúgy állnak, de jobb egymás elleni eredménynek köszönhetően a Szeged tekinthető előny élvezőnek. Tehát ha minden így marad, és mindenki hozza a következő bajnoki mérkőzéseit, akkor közben azt nézem, hogy Nagy László, illetve Iváncsik Gergő érkezik be a pályára, és hogyha ők vezetik be majd a veszprémi csapatot, az azt jelenti, hogy Nagy László a nevezettek között van, között lesz. Szóval, hogyha így marad minden, akkor a bajnoki döntőt is két csapat játsza majd, és a pályaelőny, vagy legalábbis a két mérkőzéses bajnoki döntő visszavágója majd a bajnoki alapszakaszt megnyerő otthonában lesz, tehát jelen esetben, ha minden így marad, akkor Szegeden. Itt van a szegediek csapata, nagyon magabiztosan vette a MOL Pix Szeged együttese az elődöntőt a Grundfos Tatabánya ellen. 18 perces gólcsendet is tartott az ellenfélnek védekezésével a Szeged. A Veszprém pedig a csurgó ellen egy picit megingolt, egy picit még nem volt itt fejben, talán egy picit fáradt volt még ugye az előző hétvégén a Telekom Veszprém csapata a Sehol Ligában játszott 4-es döntőt, amit aztán végül a második helyen zárt a Várdász Kopi együttese mögött az elmúlt héten. A szegedi csapat pedig 3 bajnoki mérkőzést
tudott le. Kapom közben az információt, hogy Nagy László mellett Csema Rodriguez is a jegyzőkönyvben. Köszönöm Barta Zoltánnak az információkat. Egyenlőre tehát Dragan Gajic, Blagotinsek is, Csema Rodriguez nincs beírva, de még az is lehet, hogy ez változik. A szegediek bemutatása zajlik. Ugye mind a két csapatra Bajnokok Ligája negyed döntő is vár, mind a két együttes francia ellenféllel fog megküzdeni a Final Four-ba jutásért. Amióta Final Four-ban a Bajnokok Ligájában a Szeged oda még nem tudott bekerülni. Most a párizsi sztárcsapat, a Paris Saint-Germain ellen tehetik ezt meg Sierráék, míg a Veszprém majd a Montpellier ellen küzd. Meg érdekes egyébként, hogy a két francia csapat is egymás ellen játszott a hétvégén. Montpellier Paris Saint-Germain 33-34. Na de vissza most ide a pályára. Zubai Szabolcs a képen. Sok döntőt megélt már ő is. De abban a döntőben, amit legutoljára nyert meg a Szeged, abban ő még nem szerepelt. Ugye 2008-ról beszélünk, és Pécsről. Azóta mindig a Telekom Veszprém a Magyar Kupa győztes és rekorder a maga 25 győzelmével. Hát ennyit a számokról. Nézzük akkor valójában, kiket szólítanak és kiket nevezett be. Xavi Sabaté, Iváncsik Gergő, Suk Timuzin, Momir Ilić érkezik, Aaron Palmarsson, Mikler Roland, András Nilsson. Nilsson nem játszott ugye az elődöntőben, ő ott is pihent, csak úgy, mint a mögött érkező Nagy László, Krisztián Ugalde, ő már négyszeres Magyar Kupa győztes, Kasper Margucs, ő sem játszott az elődöntőben, ő is pihent, Csema Rodriguez tehát, Terzic, Halilovic, és akkor Szulics, valamint Lékai Máté. Ez lesz a veszprémi csapat. Hát akkor kezdődjön, aminek kezdődnie kell. És amire vártunk, jön a himnusz után a Magyar Kupa döntő. Perc még a döntő kezdete előtt. A Magyar Kézilabda Szövetség az elmúlt év legjobb játékvezetőinek választott párost, Herceg Pétert, valamint Südi Pétert díjazza. A páros 9 éves kora óta ismeri egymást, és 1991 óta fújnak együtt, együtt kezdték pályafutásokat. Ez a 22. évük az NB1-ben, és 19. szezonjuk a nemzetközi porondon, és van történelmük Szeged-Veszprém, Veszprém-Szeged csatában, hiszen a két évvel ezelőtti bajnokság végjátékát tulajdonképpen ők vezényelték le a két csapatnak.
tavaly a Szeged-Veszprém bajnoki döntő 26-26-os mérkőzést fújták, illetve az októberi 26-23-as szegedi győzelemmel ért, véget ért bajnoki találkozót. És akkor még egy együttműködési megállapodás az edzőképzésről a Magyar Kézilabda Szövetség, illetve a Debreceni Egyetem között. Akik ezt aláírják, Novák András az MKSZ főtitkára, dr. Martinka Zoltán sportigazgató, illetve a Debreceni Egyetemtől Szilvási Zoltán rektor, illetve professzor dr. Balog, dr. Balog László. Az együttműködés tehát a képen. És miközben mi ezeket a képsorokat látjuk, a két szurkolótábor már hangol, de így van ez rendjén. Egymástól elválaszt egyébként a két szektor, de hát tetlegességig itt semmi sem ment, csak a hangpárbaj. Ez, amit hallani minden egyes ilyen rangadón. Hol türelmetlenebbül, hol nyugalmasan melegítenek a játékosok. A Debrecen Egyetem, illetve a Magyar Kézilabda Szövetség edzőképzésről szóló együttműködési megállapodása tehát megköttetett. És akkor most már tényleg következik a Magyar Kupa döntője. Az 59. Magyar Kupa sorozat. Nagy László a képem. Az elődöntőben a lelátón láthattuk. Nagy kérdés lesz, hogy valóban ő mennyire fáradt, hiszen azt ki kell emelni, ahogy a felvezetésben már elhangzott, ez lesz a Veszprémiek 62. tétmeccse a szezonban. A naptári évben azt nézzük, 2016 őszén 4 hónap alatt 40-et tudtak le. Idén pedig már túl vannak 21 mérkőzésen, miközben a szegedi csapatot láthatjuk, ebben nincsen változás. Az elődöntőhöz képest ott van 16-ossal az a Marin Ségó, aki Sierra mögött a második számú kapus lesz így, hiszen sérüléséből nemrég tért vissza. Pedig a Telekom Veszprém, hát most azt mondom, hogy egyelőre fokhíjas csapata. A fokhíjas pedig arra értem, hogy nincs ott 16 név, csak 15 egyelőre, de hát Xavi Sabaté még sakkozhat, a szabályok erre lehetőséget adnak. Itt van a spanyol mester. Az EB-selejtezők végéig a magyar válogatottat is irányítja, még aztán mindkét helyen átveszi tőle a stafétabotot Lubomir Vranyes. Két játékvezető tehát ismét közeliben, tehát Kube közeliben, Bánhidi Bence, aki az első magyar kupa döntője lesz ez. Kék szerelésben a Molpik Szeged együttese, tiszta feketében, piros csíkokkal pedig majd a mezen a veszprémi csapat. Mikler kezd a kapuban a veszprémieknél, éppen lepacsiztak Nagy Lászlóval. Iváncsik Gergőt láthattuk a képen, aki 13-szoros magyar kupa győztes, csak úgy, mint Gulyás Péter. Gulyás Péter most nincs itt a fináléba benevezettek között, de hogyha nyer a Veszprém, akkor ő is magyar kupa győztes lesz, hiszen az elődöntőben játszott. A Szeged kezdi a rangadót, ami egyben a Tipmix férfi magyar kupa 4-es döntőjének fináléja is. Mindenki megismerkedik a játékszerrel, és akkor innentől nincs barátság. Itt egyes védekezés, amivel a Veszprém kezd. Márkucs egy kicsivel mindenki előtt, ő figyel Skubéra, de Skubé el tudott menni. Gorbok le a szélre, Selman, és ott van az első gól a találkozón, Jonas Selman. Juan Carlos Pastor öröme. Palmárszon, majd László és Márgucs, középen Nilsson, illetve Ilics még támadásban.
Szeged is azt választja, hogy Selmár évén kijöttek emberre, de Márgucs kapta meg ott a labdát, befutott középre, de ezt a kapufára dobta, ő nem tudta kihasználni az első helyzetet. De egy lövés, beleér Mikler, de így is gól, Denis Buntić. Két lövés, két góllal kezd tehát a Szeged. Terzics maradt fönt, Nagy László. Megáll egy picit a játék, majd aztán mehet tovább, miután Terzics cserél Momir Ilicsel. A Momir Ilic a Sehaliga döntőben 5 gólt szerzett, igazából 3-at 7 méteresből. Ott utólag elmondhatjuk, hogy ott senkinek sem ment igazán a Veszprémiek közül. Tehát az is biztos, hogy az a 4 sorozat, amiben idén elindul a Veszprém, és a Liga Magyar Kupa, Magyar Bajnokság, Bajnokok Ligája, abból a 4-4 már biztos, hogy nem lesz meg. Palmarsson. Ilic, messze a kaputól, előtte van Selman, és elveszik a labdát a játékvezetők a Veszprémtől. A második veszprémi támadás is gól nélkül fejeződik be. Érkezik támadásban Gorbok, valamint Bánhidi, Jákos Petrusz, illetve Blázsevics helyére. Buntić indult meg a kapu felé, Palmarsson volt, aki fogta, és Ilic blokkolt végül, de már közbe fújtak a játékvezetők. Gorbok. Gorbok viszi el, szépen váltottak Selmannal, belövi a hosszúba, de már nála láttak támadó szabálytalanságot. Fordulat a Veszprém. Ilic. Palmarsson ellövi, Sierra lábai között. Az első veszprémi gól a 4. percben. Palmarsson tehát. Volt egy sérülése, ami miatt az év elején sokat ki kellett hagynia, és kisebb bajnoki mérkőzéseken formába lendülni. Úgy látszik, ez megtörtént. Skube. Terzic zavarta őt meg, de ez így most már szabálytalan. Marad a Szegednél a labda. Terzic egy picit otthagyta, hogy vissza tudjon szépen zárni. Ne legyen ebből kapkodás a veszprémi védekezésben. Skube csinálna meg a cselt. Buntić, majd Gorbok, eltüntette Márgucs. Sostaricsot. Márgucsnak sárga lap tehát. Gorbok. Skube csinálja neki helyet. Bánhidi meg főleg magának, hogy ilyen gól dobjon belőle. 3-1 Bánhidi Bence. Az év elején érkezett, a szezon elején Balatonfüredről korábban esélyesen volt. A Magyar Kupa döntőben játszó, most megvan a gólja. Nagy László szépen csinálta meg magának a lövéhelyzetet, csak aztán kiesett a kezéből a labda, ebből fordulhat a Szeged. És Mikler véd! Hatalmas bravúr, és kellett a Veszprémnek, ne legyen még nagyobb a különbség. Palmarsson már elől, adná tovább, de megállítják. Gyorsan fordult a Szeged, de Mikler volt a végállomás. Itt van még egyszer, jól olvasta, hogy hova megy a lövés. Két kézzel nyúlt oda Mikler Roland. Jágusz Petrusz, neki is volt egy hosszabb sérülése a világbajnokság után. Ugye a brazil válogatotta a szerepet, franciaországi VB-n ott sérült, meg kellett kihagynia. Most már ott a védekezésben Nagy László egyedül. Buntić állította meg. Palmarsson. Ilic ellövi, Sierra véd, a kipattanó a Szegedé. Szerintes
Balázsavicsot figyelmeztették még a lövés előtt. Momir Ilić. Az elődöntőben az elején, illetve a végén játszott. Azért mégse pihenjen teljesen, formában maradjon. Mikler összpontosít. Megáll a játék. Gorbok. Skuber. Bánidé Suk birkózik bent ott középen. A csárgalapos figyelmeztetés Suk Timuzsinnak. Skuber. Gorbok. Ellövi, blokkolta őt Nilsson. Kicsit sűrű volt előtte a terület, valamint a mezőny. Margucs lép ki Skubéra. Már amennyire ezt annak nevezhetjük, most ért hozzá. Eljut a bejátszás középre? Egyelőre nem. Suk Timuzsin ideges. Egy lövés, Mikler véd. És ebből indul a Veszprém. Így igen. Nilsson marad ott. Tovább Margucshoz. Szépen eljárt Sierra fölött. 3-2. Margucs első találata tehát a Bajnokok Ligájában 29, a Magyar Bajnokságban 62 gólos. Magyar Kupában ez volt az első. Gorboktól tovább, Muntics érkezik, Skubénak az rövid, de már belefújnak a játékvezetők. Az első percek után megkeményedett a veszprémi védekezés. Mondom ezt úgy, hogy Bánidi le tudott fordulni a védőről. Marad a Szegednél a labda. Éppen pedig Sótonyi László volt. A Csurgó már túl van a mérkőzésén. A bronzérmet a Magyar Kupában a Tatabánya szerezte meg. Azért rossz átadás, pontatlan volt. És magas is. Margucs hozhatja el a labdát Nagy László passza után, de bevárja a társakat Gáspár Margucs. Terzics még fönt tudott maradni, de csak eddig. Töttyösevi Szabáté a kispadról a nyugalom. Támadásból védekezésbe két csere. Palmárszon és Ilić érkezik. Terzics valamint Suk helyére. Töttyösevi Szabáté a veszprémi tábor. Palmárszon. Nagy László. Nem ment volna a védő mellett, Bánidi kap a személyhez. Tone Tiszely a képem. Borut Oszlákkal beszélgetett, a Csurgó irányítójával. Tone Tiszely ugye a debreceni női csapat vezetőedzője. Sem hagyja ki ezt a rangadót. Ilić egészen messze a szegedi kaputól. Palmárszon lövi rá, Sierra véd. Marad a 3-2 a tizedik percben. Kezdeti lendület után, a kezdeti gólok után picit a védekezés vette át a főszerepet, sőt nem is annyira kicsit. Selman ellövi 9-ről, figyelt Mikler, lábbal védett. Nem volt idő cserélni, Ivánczyk bukfencezett egyet ott középen, Suk valamint Terzics is maradt fönt. Nagy László, Terzics, ellövi, beleérnek, Sierra véd, most áll meg a játék, és most fog tudni cserélni a Veszprém. Erről Sosterit sárgult be. Úgy a veszprémi tábor teljesen megtelt, az a szektor is nagy. Palmárszon
Ivanovic fordult le. Sierra véd. Omir Ilić csinálta neki a helyet Nilsson, meg magának. Nilsson szépen át tudta menni a labdát. És góljával 3-3. Nilsson aztán nem maradt egy pillanatra a földre, aztán megbeszélik, hogy mi történt az esetnél. Három egyről 3-3. Buntić a kiállítás sorsára jut, tehát emberelőnyben lesz majd a veszprémi csapat. 3-3. Hajrá Veszprém, hajrá Szeged! Balogh Zsolt a pályán, először a mérkőzés során, valamint a Szegedben támadásban, beállóban Gaber is. Nincsen most kapus a kékeknél. Gaber hozza ki a falból a labdát. Balogh, Skube, Gorbok, Selman. Gorbok egyedül eldöntötte Nagy Lászlót. Nem fújt a közbe a játékvezető, Mikler védett. A találkozón eddig csak a Szeged vezetett. Először veheti át a vezetést a Telekom Veszprém. Ilić, Nagy László, Palmárszon, ellövi, és vezet a Veszprém. Palmárszon második gólja ez a Magyar Kupa döntőjében. Ezzel a góllal 4-3. Xavi Sabaténak is nagyon fontos lenne a Magyar Kupa győzelem. Éppen Palmárszonnak magyaráz, illetve Ilićnek. Bent maradt védekezésben Sulić. Nilsson a padon pihen. Skube a közeli képen. Bent van Obrenović is, nála a labda. Több csere tehát a Szegednél. Márgucs állította meg Obrenović. Folytathatja a játékot. Skube, Balogh érkezik, Mikler a kapufára tolja. Szinte számított rá, szinte érezte, hogy hova megy a lövés. Nem véletlenül skandálják a nevét a veszprémiek. A bravúrja is kellenek a veszprémi vezetéshez. Márgucs, mert ugye a veszprémi vezetés most már két gólos. Sorozatban 4 veszprémi gól. Sema Rodriguez magyarázott a társaknak. Szegedi időkérés következik. 3-1-ről 5-3 a Veszprémnek. Anybody want to be héroe, heroes? No disciplina, hostias! Juega con disciplina! Play with disciplina! Cojones! Hey, you won't walk in! Go strong! Defense. You're not possible this pass for Sildinson in defense. Two against one. Hey, play for goal inside, okay? Hey, no, we play this, one player shoot. We play Chekhovi, one player shoot. No passing shoot. Hey, Forgas y go strong. Forgas, ¿quién si go strong? Dele, va. Egy-két főszereplő, illetve az eddigi jellemző mozdulatok a találkozón. Az elmúlt 5 döntőt a Veszprém nyerte, ki nem emlékezne rá a tavalyi finálét ugyanitt Debrecenben. Hát mondhatni drámai körülmények között egy nagyon hosszú lefolyású mérkőzésen végül büntetőkkel húzta be a Telekom Veszprém. Akkor volt egy kis atrocitás a két edző között. Carlos Pastor fellökte Xavi Sabatét. Azt el lehet mondani, hogy az elmúlt
szezonokban, az elmúlt 5 szezonban 26 tétmérkőzést játszott egymással a két csapat, 19-szer a Veszprém nyert, 5-ször a Szeged, és két döntetlen született, egyértelmű a veszprémi fölény, legalábbis a közelmúltból. Hogyha az idei mérleget nézzük, akkor kiegyenlített, illetve picit a Szeged felé billen, de az csak Hajszányi. Balog veszi észre a túloldalon Selmánt. Kidobással jön a Veszprém, már Palmarsson, elől pedig Sulić, és három közte. Időkérés után, Szeged időkérés után veszprémi gól, Jákus Petrusot nem maradt, Sulić pedig nem hibázza el. Renato Sulić 8-szoros magyar kupa győztes már, ez lehet neki a 9. Bánhidi újra bent a pályán, tehát támadásban Balog, Bránovics, megállította őt éppen Sulić. Skube, Balog, ezt most test mellől lőtt el, erre is figyelt Mikler Roland, marad a 6-3, Palmarsson. Nagy, nem lőtte rá, és nem is adta Sulićnak első körben. Jön a csere, érkezik Lékai, jön le Nagy László, érkezik Ancsin. Wilson maradt bent egyedüli beállónak. Ancsin csak a lelátóról figyelte a két csapat legutóbbi mérkőzését, amit a bajnokságban egy góllal nyert meg a Veszprém. Most a pályán tehát a magyar kupa döntőben Lékai, Palmarsson tovább, Ancsin a blokkról mellé, de még beleért akkor így Sierra, hiszen a Szeged következik. Buntić, Nagy László, illetve Nilsson zártak ott össze. 2 perces kiállítás, elnézést is kér Nagy László Buntićtól. Nagy László fog kiállni tehát a játékból. Volt még Sierra védése, itt pedig a szabálytalanság. A lendületben lévő játékos elé lépett be, szintén lendülettel Nagy László. Lehetőség a Szeged számára, hogy túl az első fél idő felén újra gólt szerezze, megrekedte a Szeged 3 találatnál. 3-1-ről lett ez a 6-3. Selman, Bránovics, Balog, Skube egyedül, és a rövidre ő bedobja. 6-4 ezzel a találattal. Ha nem tudta kinek adni, szépen zárt neki Bánhidi, akkor őt elvitte. Ezt most nem tudta védeni Mikler. Lékai mozgatja a szálakat, mutatja, hogy mi legyen a széleken, hogyan mozogjanak az övéi. Lékai. Átment szépen a védőkön, és bedobja Lékai Máté. 7-4. Így örült a veszprémi kispad Lékai Máté góljának. Már belefújnak, sőt, a Veszprém következhet, Obránovics volt szabálytalan ennél a támadásnál. Hát ezt az emberelőnyt alaposan eltékozolja eddig a Szeged. Viszont most ezt a támadást tulajdonképpen odaadták a Veszprémnek. Mikler lejött, 6-6 ellen most a Veszprém, hogy aztán majd zökkenőmentesen tudjon kiegészülni pár másodperc múlva. Sulić, Palmarsson, Lékai, Palmarssonhoz vissza, Tiagus Petrus üldözte, Lékai kezében a labda, Ancsin,
lőtt el. Vékai mutat Tancsinak, hogy fusson át keresztbe a másik oldalra. Időkérés Veszprémi oldalon. Sevi Szabáténak lesz mondani valója. Még Lékai valamint Iváncsik beszélte meg, na hallgassuk. Let's fix. Petrus. Okay? And go one against him. Okay. Here, fix Petrus. One against him. And if it's 5-1? Okay. If it's 5-1, directly. We open and one against him. Let's go. Hey! Good ball at night! Get that up! Sami Szabátét hallottuk egy pillanatra, Juan Carlos Pastor időkérése alatt is. Sami Szabáté erre a támadásra koncentrált, most nem átfogó dolgokat mondott, hanem hogy most mit akar látni. Belefújtak már a játékvezetők, ugye passzív a veszprémi támadás. Hátrébb kell menni a védőknek. Lékai beleérnek, és Sierra is. Jöhet a Szeged, Obránovics, Balog, 19. perc. Untics jött keresztbe. És a Diágus Petrus cserél Bánhidivel. Egyelőre 4 gólon tudja tartani a Veszprém a Szegedet. Ott egy jó labda, Mikler. Bánidi levált a védőről, de egy kicsit éles volt neki úgy a szög. Lékai az egy remek passz, és Márkucs. Vezet a Veszprém a 20. perc kezdetén. Még megáll a játék. Sokat áll a játék, az órát nem állították meg, tehát ugyanúgy pörög tovább minden. Skube. Dobránovics hát a mögé ment. Nagy László vetődött hősiesen, és az egy remek indítás. Iváncsik, majd Márgucs. Ugyanaz a vége, ami az előbb. Gól 9-4. Márgucs 4. találata a 9-ből. Itt van Nagy László hősies vetődése. Tőle azért többször láthatunk ilyet. Védekezésből kilépve. Kíváncsi pedig önzetlenül tovább és jól. Gaspar Márgucs. Világbajnoki bronzérmes lett az év elején, csak úgy, mint a túloldalon. A Szegedből Gaber. Obránovics, Bodor járt bent a pályán, és élete első magyar kupa döntőjét játsza. Sem a kezében kötött ki a labda, de már korábban szabálytalanság. Andró Obránovicssal szemben, Mikler a közeli képen. Nyilván a sárgalapos. Láthatóan ez a szervezet veszprémi védekezés, ez nem fekszik a Szegednek, de láttunk már olyat, nem is rég a bajnokságban, hogy az első félidő a Veszprémé volt, és aztán a második félidőben, hát mondhatni idei jó szokásához híven a Szeged feltámadt. Balog a földön. És egyelőre ott is marad. Egy ütést kapott minden bizonnyal az arcára, itt láthatjuk nem sokára.
ott. Nagy Lászlótól. Büntető következik, és Mikler helyett a kapuban Mirko Alilovic. Érdekes, hogy pontos értet Balogh Zsolt fogja elvégezni, abból a szempontból nem, hogy általában ő a büntetődobó, és biztos kézzel értékesíti, attól függetlenül, hogy mennyit látott ebből az ütés után. Hosszú idő után ismét szegedi gól, 9-5. Lékai, Nilsson, Ancsin. Pálmárszon majd Ancsin. Ancsin nem passzolta be Nilssonnak. Tovább ment. És egy kis törlés következik. Ancsin Gábor éppen a Szegedből igazolt Veszprémben. Nincsen még magyar kupa győzelme. Most ezt begyűjtheti. Ugye az ő szezonja is elég véleményes, hol játszott, hol nem. A Bajnokok Ligájában inkább csak az ősz folyamán. Több ilyen játékos is van kérdőjellel. Lékai. Ancsin. Ez viszont nem kérdőjel, ez felkiáltójel. Ancsin Gábor gólja. Xavi Sabaté nézi az időt, valamivel több mint 8 perc még az első játék részből. Egy újabb szegedi gól, Bodó Richárd. Első gólját szerezte Bodó Richárd. Ukránovics fájlalja ott a derekát. Iváncsik, Lékai, Nilsson, Ancsin Pálmárszon, és megint Lékai, körbeért a labda. Lékai Máté, 11-6. Egyelőre őt sem tudják tartani a szegediek. Első percek után új lendületet hozott a veszprémi támadásba. Marad az 5 gól a két csapat között. Mit lép erre a Szeged? Ubránovic, Balogh, Bodó. Balogh Zsoltot fogta meg András Nilsson. Ubránovics, a szélen Tiágus Petrus. Ubránovics lövi el, beleért Sulic, akit aztán próbáltak megállítani, ő nem is indul, de indul Iváncsik, és felé dobja ezt az ittszert. Ebből pedig fordulatna a Szeged, de már Iváncsik visszaér. Bodó, majdnem rossz volt az Ubránovicsnak. A belső osztag, pedig Bodó Richárd. Gabert, illetve Sulicsot kell figyelmeztetni. Ott van a szakító próba. Balognak az magas, az egy rossz passz volt. És már is siet Pálmárszon. Nagy László is fent a pályán. Sulics jön le, Lékai jött a Ancsin be, Nagy László helyére, itt állt a cserék. Továbbra is remek a hangulat. Értetően ezekben a percekben a szegediek egy picit halkabbak, mint a veszprémi szurkolók. Lékai. Nilsson belépett, oda nem lehetett adni, Pálmárszon. Na ott mi történt? Márgucs átfutott a túloldalra, de nem volt
sem helye, sem lehetősége kapura törni. Gaber és Nilsson, Palmarsson, ott már egy lendülettel, egy ütemmel visszafelé mozgott. Nilsson, marad a labda, és a támadás a Veszprémnél. Kevesebb, mint 5 perc hátra az első játékrészből, 11-6-ra vezet a címvédő a Magyar Kupa döntőjében. Lékai, már 6 az előny, Lékai Máté eddig remekül játszik. Hibátlanul lő. Juan Carlos Pastor második időkérése. Az, hogy már itt kikéri két idejét, a sok mindent elmond, de a többit elmondja ő. Hey, vamos a ver. Hey, fey you, hey, for a strong side. Every time, every time, every time. Hey, para este lado, y luego fey this, y go to left, y luego, hey, hey. Foul, foul, you play the block, like him. But why you use five plays, five, you play like Ify. Hey, in attack, hey, it's possible. Send assistant and play Islandia, Iniokas. Islandia, Iniokas. Hey, Islandia, the evolution, play. Iniokas, okay? Yo, fast. Get out of here, believe, Aide. Get out of here. Hogyha a második félidőt úgy akarja kezdeni a MOL Pixeket, hogy van még esélye, vagy legyen még esélye, akkor a következő 4,5 percet gólokkal kell zárnia. Ha nem teszi, akkor a Veszprém elléphet úgy, hogy mondom, már nehéz visszakapaszkodni. A szurkolókat ez speciál még nem annyira foglalkoztatja. Selman, Bodó, bent középen Vanhidi. Balognak nem lehetett tenni csak most. Visszajut hozzá. Nilsson lépett közben. Hatékonyan. Juan Carlos Pastor mérgelődik. Sétál el egészen a szegedi kismat végéig, vagy jön vissza. De nézzük inkább Skubét, mert hogy ő gólt szerez. 12-7. Stas Kube második találata. Jól megforgatta, meg mozgatta az egész veszprémi védőfalat. És abból a gól. Ancsi most középen. Kiváncsiktól kapja vissza. Nilsson, Palmarsson, Lékai. Brányes volt vele szemben. Ancsin, Palmarsson, Lékai, ki fog itt lőni. Ancsin, kapufa külső érét találta el, nincsen gól. Következik viszont majd egy büntető. Gáspár Márgucs végzi majd el a büntetőt, itt az eset még egyszer. Jobban örül, szinte egy büntetőnek, Xavi Sabaté, mint előbb például Ancsingójának, de nézzük Márgucsot. Sierra számított erre, össze is zárta a lábait, de a góltól tudta megmenteni csapatát. 13-7. Márgucs ötödik találat ez a 13 Veszprémiből. Iváncsik testépségét sem kímélte, az viszont egy rossz passz egyenesen Szulics kezébe. Nagy László, Iváncsik és Márgucs is indul. Nagy László 11 méterről dobta rá, Sierra ezt védte. És akkor most lóolat mindenki a másik irányba. Selman, ő viszont bedobja. 13-8. Jonás Selman második találata ez. Nagy szerepe van abban, hogy a Szeged ott van a Bajnokok Ligájában a legjobb 8 között. Zilkeborg ellen 4, valamint 7 gólt is szerzett a svéd szélső. Ez most a második itt a Magyar Kupa döntőben. Marad az 5 gól, valamivel több mint 2 perc még az első játék részben. Szulics, Ancsin, Palmarsson, Lékai.
rajta ragadt Szulics kezébe, a labda már ment volna tovább, de közbefújt Herceg Péter. Lékai ellövi, Sierra-ra számított, a kipattan ott marad Lékainál, és ezt is védi Sierra. Már-már Zuba is mozdulattal tette kapura Lékai. Talán ő is meglepődött egy kicsit, hogy van erre esélye. Másfél perc még hátra, faragtat a hátrányon a Szeged. Balog. Pálmárszon segíti föl Iváncsikot, ott egy kis törlés az iménti esés miatt. Na ilyen a veszprémi szurkolók szemével a találkozó. Mikler fejében nem látunk bele, de összpontosít az egész biztos. A harmadik magyar kupa aranya lehet ez Mikler Rolandnak. Skube! Jó bejátszás Bánhidinek, ketten fogták. Végül Suk volt az, aki igazából szabálytalan, ő is fog kiállni 2 percre. Suk Timuzsin tehát. Egy perc, 4 másodperc hátra. És a második fél időt Hücs majd ember előnyben töltheti 1 percig az elején a Szeged. De ez most nagy esély arra, hogy faragjon a hátrányon a kékmezes csapat. Balog, Bánhidi be tud fordulni, és gólt tud szerezni Bánhidi Bence. 13-9. Volt korábban az elmúlt hetekben egy kézsérülése, az rendbe jött. Az utolsó fél percen belül Nagy László is nézi az órát, emiatt majdnem elhagyta a Márgucstól kapott labdát Lékai. Egészen a 9-es vonalon védekeznek a szegediek. Ennek megvan a maga veszélye, Nagy. Nagy viszi még tovább, a gól nem ér, már belefújnak és megállítják az órát. 8 másodperc még hátra, 13-9-es veszprémi vezetés. Úgyhogy a Veszprém kapujában nincsen kapus, átadják ott túloldalt. Most már nem, de inkább figyeljük, hogy mi zajlik élőben. Lékai ellövi, jó a blokk, és akkor le is pörög tulajdonképpen az első félidő. Brenyes fejéről ment ki a labda, de ez most már nem, most nem szoroz. Jobban kezdte a Szeged, a találkozót vezetett már 2 góllal is. Aztán a Veszprém zsinórban 5 góllal megfordította a mérkőzés állását, és a menetét is azóta uralja a találkozót a címvédő, így vezet 13-9-re egy fél időt követően. A képen a győztesnek járó serleg, az van ráírva, hogy a magyar kupa győztese, hát még nincsen ott egyik csapaté sem természetesen, hiszen hátra van még egy fél idő, aki közelebb van viszont
a Magyar Kupához, a Magyar Kupa újbóli elhódításához. Ez a Telekom Veszprém együttese 13-9 a szünetben, és hivatalosan a break az most járt le. Az, hogy a tankcsapda egyik sláger az ájjájáj, ilyet többet ne csinálj, az biztos, hogy a szegedi öltözőben hangzott el többször. Most a szünetben azért a végére Cselmán, valamint Bánhidi révén magára talált a szegedi támadógépezet, de közel sem úgy muzsikált, mint ahogy például az elődöntőben, de akár két csapat korábbi bajnoki mérkőzésein. Ugye ne felejtsük, hogy a Veszprém ember hátrányban kezdi majd a második félidő sok Timuzin kiállításából, még hátra van 56 másodperc. A veszprémiek még fogadkoznak, az utolsó kiáltások Margucsra várnak még a többiek, mi pedig Margucsra, hogy elkezdődjön akkor a második játékrész. Ugye a legutóbbi bajnoki mérkőzésen a két csapatnak, amit 24-22-re nyert a Veszprém, szintén teljesen ugyanez volt az állás a szünetben, 13-9. Amikor a Szeged nyert a bajnokságban ősszel, a 14-13-ra a Szeged vezetett. Mind a kettő szoros volt, és szinte biztos vagyok benne, hogy ez is az lesz. A tavalyi döntő büntetőkkel dőlt el, csak a rendkedvéért, hogyha döntetlen van, egyből 7 méteresek jönnek, nincsen 2x5 perc. 40 másodperc még a veszprémi kiállításból, ebből támadásban ugye sok mindent nem látunk, és jelenleg nincsen kapus veszprémi oldalon. Ilić Palmarsson, Rangyos állította őt meg, de csak pillanatig. Semmel viszont több pillanatra Nagy Lászlót. Palmarsson nem tudott bemenni és kapura lőni. Ilić, majd Nagy László le a szélre, de bele tudott érni ott, ha jól láttam, Bodó, és tette mindezt úgy, hogy Margucsra pattan még a labda, jöhet a Szeged. Hamar föl kell zárkózni a Szegednek, hogyha nem akar mindent a végére hagyni, mert onnan az már tényleg lutri, de tudja ezt Stas Kube is. Semmán kapott egyet Margucstól, de mehet itt tovább. Bodó, Skube, és már belül a folyamatos figyelmeztetés. Ugye a mérkőzésen nagyon sok ott középen a belső posztokon a dulakodás, ami a többször állt a játék. Bodó tette volna be a labdát Gabernek, Nagy László és Bodó harcol a labdáért. Bodó, Skube, Balog, nem tudott átmenni Terzicsen, mert ugye a védekező volt szabálytalan. Már is elment 2 perc a második félidővel, pedig látszólag nem történt semmi. Ott korábban még Bodó, illetve Nagy László dúlja után kell törölni. Szegedi szurkolók rendíthetetlenek. Skube, Bodó, jön a figura és fölé, de 7 méteres. A levegőben lévő játékossal szemben szabálytalankodtak. Semmel marad lent. Illetve Margut sem teljesen jó indulatából törölgeti a homlokát. Ott érkeztek, igen, hát Selman, ahogy ugrott térdel, eltalálta Margucs fejét. Mégis Margucsot találták szabálytalannak. Balogh Zsolt a büntetővel egyet értékesített már. Miklert megtáncoltatta, de Balogh értékesíti biztosan. Csak úgy, mint az első fél időben. A másodikban is az első gól a Szegedé.
Szegedi öröm. Ilić. Ugálda futott keresztbe, ezzel zavarva a védőket, el is vitt két ember, de nem tudott senki ráülni, sem Palmerson, sem Nagy László. Nagy, ellövi, a kapufán csattan, Nilsson megy érte, de már jelzik, hogy ő belül volt. Elől marad Nilsson, nem állítják meg a játékot a bírók, és jöhet a Szeged. Nilsson még csak most settenkedik vissza. Nagy szerencséje, hogy már közbe fújtak Gaber, valamint Terzic. Párbaja után itt van Nilsson. Még az előző ütközés nyomait törölgette az arcáról. Itt jön ki a kapufáról, ott ugrik, itáltatjuk még egyszer. Ugye már leérkezett, amikor eldobta. Skube. Gaberhez, Gaber befordul. Ő is már belül volt. Kapu előtérbe lépett. Terzic, Nagy László okosan megállna, hogy egy mögötte futójátékos lecsenje a kezéről a labdát. Suk, valamint Terzic le, Palmárszon és Ilić be, Ugálda a bal szélen. Palmárszon, Ilić, Ugálda megint keresztbe fut. Nilsson lábához, marad a Veszprémnél. Palmárszon, Skube mellett, Ilić, teljesen üres előtte a terület, 9 méterről lőtt el, de lehet, hogy volt az 10 is, Sierra biztosan fogta. Skube, Balog. Skube, belül birkózik, Gaber csinálja a helyet a többieknek, nem lőtt első szándékból. Balog Zsolt megtette második húzásra. Két gól tőle, ezzel 13-11. Az első gólja, ami nem 7 méteres. Sem állította meg nagyon agresszíven Palmárszont. Jön el a második félidei mágia a Szegedtől. Egyelőre koncentráltabb a kék csapat. Itt az első félidőben, de hát még csak 5 percen vagyunk túl. Nagy László, Ilić, Sierra ezt is lábbal, és marad a Szegednél, Skube, Bodó elől, el tudja hozni Ugál, de nem, úgy viszont kint van, ráadásul Bodó lépett ki a labdával együtt. Tenné be Palmárszon, az rövid volt, egy kicsit kapkodóvá vált a játék, nekünk semleges nézőknek csak jó. Megint megjött a szegedi tábor hangja. Skube, belefújnak, és most gyorsan a csere, Ilić le, Suk be. Tehát Skube tulajdonképpen eddig végig a pályán. Baloktól tovább. Sostarics futkározott ott keresztbe. Bodó lövését Mikler két kézzel fölé tolta, Palmárszon előre, Margucs két ember között, és így is gólt tud szerezni Kasper Margucs. Margucs hatodik gólja. És Selman két perces kiállítással bűnhődik majd. Hát az egész szegedi csapat az iménti szituációért kockáztat a Szeged. Kapus nélkül 6-6 ellen támadásban a kékek. Gaber és Skube beszélte meg, mi történjen. Két szlovén. Balog. Sostarics. Jágusz Petrusz a túloldalon. Nagy László kiszedte a labdát Skube kezéből, üres a szegedi kapu, észreveszik ezt a Veszprémiek, inkább nem kapott Terzic, vissza tudott térni Sierra. Nagy László áll meg és mondja a többieknek, hogy akkor most mehet a csere, és induljon inkább nyugodtan az a Veszprémi figura.
fura figurák a lelátón. Sierra a kapuban. Nagy László, teljesen üres volt előtt a terület, Sierra véd. Pillanatra Fitzót hallottam a nézőtérről, de ezek szerint nem fújtak közbe. Sierrát ez sem zavarta meg, csak engem. 14-11, ember hátrányban a Szeged, ezt kivédekezte. Bodó. Gabert teljesen vele szemben, egészen kiment oda, Tiágus Petrus fut keresztbe. Balog. Balog még mindig. Szegedi szabaddobás. Balog Zsolt is egyfolytában az órát nézi. Ma 22 perc. Ez egy jó bejátszás, Gabert! Matej Gaber és a túloldalt már a másik beálló Szulics tüsténkedett, fejbe dobta, hogyha jól láttam Sierrát, de már közbe fújtak és következik egy büntető. Ugáde vagy Márgucs? Márgucs. Ugáde csak megtisztította neki a labdát. Jasper Márgucs 6 gólos már a mérkőzésen. És marad is, mert Sierra ezt is kifogja, az ismétlést is. José Manuel Sierra a Szeged kapujában. Ez most lehet egy fordulópont, főleg, hogyha a Szeged hosszú idő után vissza tud jönni egy gólra a Veszprém mögé. Itt van még egyszer a két bravúr. Lábbal, aztán kézzel Sierra. Skube már elől. Balog. Skube. Hát a szélre. Az egy jó elgondolás volt, főleg így. Mario Šošparić az első találata. Hát újra szoros, és újra nyílt a mérkőzés. 14-13, több mint 20 perc még hátra. Tiágus Petrus szedi le Palmárszon átadását, amit Nilsson felé ment. Egyenlíthet a Szeged. Utoljára 3-3-nál volt egyenlő. Skube. Most Bodó középen, de nyilvánvalóan cserélnek majd. Šošparić, amit Gaber az egész gépezet. Palmárszon figyel Gaberre, Skube ellövi! Sorozatban 3 szegedi gól, közte pedig Sierra bravúrra kifogott 7 méteresebb. Időt kért a Veszprém. We are playing walking, guys, one more time. We want to play with a make nothing the 2-2. When we move them in the first half, we got very easy situations. Let's play the same with movement. Okay, hey guy, you go inside, you go to the left back. Both change. There's a team. Let's play, next situation. Kill pad, directly. Kill pad. Okay? Yes. Directly. Okay? Az elmúlt pár perc főszereplői, ugye Gaber kezdte meg a gólgyártást, legalábbis ami az utolsó 3 gólos periódust illeti. Sierrának volt egy kifogott büntetője, aztán Šošparić, majd a végén Skube gólja, ami az egyenlítést érte, tehát emiatt lengenek a szegedi zászlók. Folytatódjon tehát a Magyar Kupa döntő, 14-14, kevesebb mint 20 perccel a vége előtt. Lékai, Nagy László, Palmárszon két ember között, Jelgusz Petrus, valamint Gaber állítja őt meg. Feljavult a szegedi védekezés is.
jelző, hogy mindössze egy gól a Veszprémtől eddig a második játék részben 11 perc alatt, ugye Márgucstól. Kettőperces kiállítás, Kiágus Petrus. Ha jól látom, így van. Ez már a harmadik szegedi kiállítás, ugye korábban Schellmann valamint Buntić jutott a két perc sorsára. Itt tolta rá Kiágus Petrus Lékait a védőkre. Carlos Pastor, Lékai beszéli meg Branyessel. Palmarsson szépen be, Sulić! Hosszú idő után veszprémi gól, Renato Sulić. Ismét vezet a Veszprém. Ember hátrányban támad tehát a Szeged, kapus nélkül jelenleg Bodó, Skube a beállónak, Bodó teljesen tisztán, és gól. 15-15. Bodó Riárd, ezt inkább Gabernek köszönheti, aki elvitte előle az embert, és ott volt a támadás, úgy tetszik Bodóra várva. Palmarsson már két ember között, nem jó a passz Nilssonnak, támadhat a Szeged a fordításért. Utoljára 3-2-nél vezettek a kékek. Lékai és Szabáté is az órát figyeli, Nilsson is, mint hogyha valami mágia segítene azon, hogy megálljon az időmérő szerkezet, de nem fog. 17 perc még hátra, 15-15. Szegedi ember hátrányból még 15 másodperc hátra. Balog. Skube. Balog. Belement Sulićba, és most sprintelhet le, hogy ne induljon a veszprémi csapat. Ott Skube egy picit akadályozt érzésem szerint a játék tovább menetelét, de jöhet most már így. A Veszprém Nagy László lövi el, beleér a blokk, és így gól. Nagy Lászlónak is van tehát gólja ebben a Magyar Kupa döntőben. Ő az 5. Magyar Kupa címére hajt. Xavi Sabate vezetésével ez lehet a 2. Magyar Kupa elsősége a Veszprémnek. Skube. Geber zárt előtte, Balog. Balog ellövi, kiüti Mikler, de aztán nem megy utána, hiszen már jött a sípszó közben. Balog majd Skube, Gaber, négyen veszik körül, az ott ütés is volt, 2 perc Sukti Muzsinnak. Még Sukti Muzsin vitatkozik egy kicsit, de az ott több, mint egyértelmű. Komoly vendetta volt ott középen. Nem is lehetett látni egy pillanatra Gabert, pedig azért nem kis darab. Veszprémi oldalon is most már 3 kiállítás. Sukti Muzsinnak ez a 2., aki vigyáznia kell a maradék időben, de majd csak miután visszaállt, hiszen 7 percig ember előnyben most a Szeged. Stas Kube. Kérdés, hogy neki, mint irányítónak, mennyire fogy az oxigén, eddig bírja még szuflával. Végig ő irányít a találkozón. Balog
Nem lőtte el, megcsinálta a cselt, és bedobja Balogh Zsolt. Ismét egyenlő, 16-16. Balogh most már nem csak hetesekből, hanem akciókból is eredményes. Ez a második akciógólja. Nagy László mellett, illetve Terzics mellett tudott ott bemenni. Eltolódott a Veszprém védekezés most. Nincsen a veszprémi csapatban kapus. Nem van Ancsin, illetve Léka is. Pálmárton a balátlövő pozícióban Iváncsik. Tőle megy tovább Fulics. Megyes lépett ki rá. Ancsin, Palmarsson nem tud lőni, nem tud lövőhelyzetbe kerülni. Páros kiállítás lesz. Fulics, valamint Vranyes. Páros kiállítás. Megunták a játékvezetők ott belül a csetepatét. Rányes, bocsánat, Blazsevics. Palmarsson, Lékai. Szép szegedi labdaszerzés és egy merész vállalkozás. Kapufán csattan. Sostarics. És ott pedig egyből a veszprémi gól. Lékai Máté. ...17-16. Ismét vezette hát a Veszprém. Le a szélre, érkezik középen Skube. És a mérkőzés egyik legszebb gólja, amit ő szerez. Palmarsson, Ancsin, megtáncoltatta a védőket, de nem ment tovább. Lékai, Palmarsson két ember között, ez csak oldalháról, de büntető következik. Sierra méltatlankodik, ritkán szokott ő ennyire reklamálni. Most már csak a páros kiállítások pörögnek. Ilics érkezik a büntetőhöz. Így bedobja. ...18-17. Továbbra is előny a címvédőnél. Sierra ezt most nem érezte annyira. Lehet, hogy még a fejében az előbbi szituáció volt. Bánhidi. Nagyot kiáltott. Mert hogy nagyot lökték. Áll az óra, Bánhidi Bencét kell leápolni, valószínűleg nem. 7 méteres következik, amihez következik a veszprémi kapuban Mirko Alilovics. Balogh Zsolt lesz vele szemben majd. Itt van még egyszer a szabálytalanság. Belül volt Iváncsik. Ismét egyenlít Balogh Zsolt, 18-18. És leteltek a páros kiállítások. Mázsevics ismét ott a védőfalban. Palmarssont lökték ki a pályáról, Skube volt az. 5-1-ben most a szegedi védekezés. Carlos Pastor intett a zsűri aztán felé, mégse reklamál. Ancsin, Nilsson maradt egy pillanatra üresen, hiába dobja be már. Közbe fújnak. 2 perces kiállítás, Matej Gaber. A negyedik
Ismét Ilić áll oda. Volt egy 7 méteres, amit nagyon szépen védett Sierra, majd az ismétlést is, az előzőt Ilić már bedobta. 18-18, 48. perc. A Sierra ezt is kivédi, vagy ha úgy tetszik, Ilić beledobja Sierrába a büntetőt. Itt van a statisztikája, 36%-kal véd. De sokkal fontosabb, hogy ez a második kimaradt 7 méteres a spanyol kapus által. Ember hátrányban támadhat a Szeged, nincsen fönn most Sierra, itt vannak ugyanannyian elől a kékek. Bánhidi, Balog, Skube, Balog. Bodónak adja ott a labdát, Bodó nem tud lőni, rángatják a mezét, kapott is egy ütést Ancsintól. Tovább. Skube. Bánhidi hoz be a labda, a bal kézzel átvette, jobban kiosztja a szérre. És gólt szerez a Szeged, és vezet a Szeged. Mario Sostarics második találata ez. Második félidőt 10-5-re nyeri egyenlőre a MOL-Pik Szeged csapata. Marad a Veszprémnél a támadás. Palmarsson láb között Ancsinhoz le a szélre. Margucs most a második félidőben ő nem él annyira, mint az elsőben tette. Palmarsson fönt a játékvezető keze. Palmarsson még mindig Ancsi kezéből kiperdül, és az úgy kint van. Szabátét láthattuk előbb a képen, Palmarsson is dühös, Stulic is dühös, Ilić is dühös a kispadon. Nagy Lászlónak kell nyugtatnia ott a kedélyeket egy kicsit, Mirko Alilović közben a Veszprém kapujában, és Mikler Roland is pihen. Beállt egy fordulat a mérkőzésbe, ami azt mondom, hogy látva a Szeged idei játékát, borítékolható volt, hogy a második félidőre szoktak tartalékolni és valami újat előhúzni a kalapból. Kosztabate is előhúzta Alilovićot, lent maradt Terzic, de miért? Nem látta, megmondom őszintén, a labda útját követtem, nem a visszafutókat. Terzic marad lent, nyilván a visszafutásnál valakivel összeakadt. Mirko Alilović fontos védése volt ez, kettővel mehetett volna el a Szeged. Így viszont egyenlíthet majd a Veszprém a támadás végén. Fogait kémleli, vizsgálja Terzic. Palmarsson. Lékai, Nagy László. Nagy László két ember gyűrűjében. Wilson sem tudta kapni a labdát, csak Lékai. Tőle indul tovább a támadás. Palmarsson. Wilsonnak teszi be. Be tud fordulni kapufa. Ismét büntető következik. Aaron Palmarsson a labdával. Ott gyűrte egymást. Gaber, valamint Nilsson, meg egymás mezét is. Aaron Palmarsson, ő bedobja. 19-19. 52. perc, továbbra sem dőlt még el semmi. Balog és Bodó, Skube és Selman. Kicsit kijebb a hatosától most a veszprémi csapat. Sok lép ki szépen Balogra. Nagy László meg már üldözte Skubét. Tekintélyes méretbeli különbség van köztük, ezért volt munkás a szitu. Nagy László bent Selmant akadályozta.
Kube, Nagy László mellett, Gaber, újabb 7 méteres. És konzekvensek voltak a játékvezetők, hogyha az egyik oldalon az a jelenet büntetőt ért, akkor itt is. Balogh Zsolt a labdával és Mirko Alilovics nem először a találkozón. Nem először szerez volt Balogh Zsolt. Hatodik góljából a harmadik 7 méteres volt ez. Ismét előny a Szegednél. Lesz-e itt döntés? Nilsson. Lékai. Három szegedi védekező mellett is elsuhant a labda, pedig Dazsevics is oda tette a kezét, valamint Bodó is. Lékai két ember között. Ez is büntető lesz. Most ezekben a percekben elég szaggatott a játék. A sorozatban ez már a harmadik büntetős szituáció, büntetővel végződő helyzet egyik, illetve másik oldalon. Azért biztos, ami biztos, szegedi védők még odaestek Lékaira. Na, ott komolyabb ápolásra is szükség van. Selman a földön. Érkezik a szegedi kapuba Marin Ségó, találkozó során először. Mondanom sem kell, az első magyar kupa döntője neki is. Tavaly a Veszprémet két méteres párbajban azért ő is megtréfálta. Selman kap tapsot, miután orvosi segítséget kapott és biceg lefelé. Jelzik a zsűri asztaltól, hogy jön majd a csere, és aztán jön a büntető, Aaron Palmarsson és Marin Ségó. Bedobja ezt is Palmarsson. Büntetője és a negyedik gólja a magyar kupa döntőben. Pontos gól ez is, ugyanis ezzel egyenlít megint a Veszprém. Kube mutatta Bodónak, hogy merre menjen, merre induljon a figura. Kube egy pillanatra levált a védőjéről bent Gaber, méltatlankodik, miért nem ő kapta. Kubénak az rövid volt. És akkor ebből indulhat a Veszprém, Gasper Margucs, és vezetés szerez a Telekom Veszprém. A mezőny legeredményesebbje a szlovén szélső a maga 7 góljával, a Veszprém góljainak harmadát ő dobta. Egy kis törlés miatt áll a játék, valamivel kevesebb, mint 6 perc hátra, 21-20 a Veszprém előnye. Itt van Margucs lövési hatékonysága, 10/7, azt még én is ki tudom számolni, hogy 70%. Balogh. Sostarics bent a jobb szélen, a túloldal Tiágus Petrus, illetve bent van hosszú idő után, átlövőben Gorbok. Milyen lendületet hoz ő? Hát vissza Skubénak, ott két ember között nehéz. Balogh. Skube. A földre került Balogh, nyugtatják a kedélyeket a játékvezetők, Terzicsnek szóltak főként.
Balog már lőtt volna, amikor megfogták ketten is a lövőkarját. Suki Mugyan és Nagy László volt az. Balog ütemtelenül lőtt el, Alilovics erre is figyelt. Fontos védéseket mutat be Mirko Alilovics. A hajrában ez most nagyon kell. Itt van még egyszer Alilovics. Kevesebb, mint 5 perc. Palmarsson. Lékai, majd Nagy László. Nagy László ellövi, a kapufán csattan. Skube. Borbok szaporázta mellette. Most nem csak megáll a szegedi támadás. Most megint elő kell vennie valamit a Szegednek. Tékek vannak lépéskényszerben. Geber birkózik bent középen sokkal. Ezt is megállítják a bírók. Örök párharc az övék ezen a találkozón. Szűnni nem akar Tiágus Petrus le. Selman érkezik vissza. Látszik, akkor nem komoly az a sérülés, ami miatt előbb ápolták. De legalábbis most még bírja. Skube, Nagy László lökött rajta egyet. Nem jó a bejátszás Selmannak, tehát hogy megrántotta őt Mirsad Terzic. Emberelőnyben a Szeged a következő 2 percre. Ez a mérkőzés hátralévő idejéből. Majd hátralévő idejének a fele. De rendes játékidőben ére véget. Vagy büntetődobásokban. Ezt még most nem lehet megmondani. Balog, Bánhidi. Megint Balog Zsolt. Bánhidi kéri vissza a labdát, még így is be tudott fordulni. 7 méteres és 2 perc. Krisztián Ugalde. Aki kiállítás sorsára jut. Egy 2-ös emberelőnyben lesz majd a MOL Pik Szeged. Miután Balog Zsolt elvégzi a büntetőt. Mert hát így is 2-ös emberelőnyben van. De így még annyira nem látványos. Balog. Bedobja Alilovics fölött mellett. Ismét egál. 21-21, Balog. És akkor most még úgy is, hogy Alilovics lejön, nem jön le. Mutatta neki Savi Szabáté, hogy maradjon inkább fönt. 4-6-ban támad a Veszprém. Lékai futósott középen, próbál lefoglalni annyi embert, amennyit tud, hogy kívül tudjanak adogatni a többiek. Palmarsson, ott középen eltűnt a másik. Veszprémi Margucs, kivel szólalkozik ott össze. Blázsevicssel van megbeszélni valója. Adott a közös nyelv. Nagy László nyugtatja a kedélyeket csapatkapitányhoz méltón. Belül az utolsó 3 percen, 21-21, 2-ös ember hátrányban támad a Veszprém. Palmarsson lövi rá Sierráról az alaponalon túlra. Már is mutatja a többieknek, hogy mindenki induljon föl, hogy használják ki a szegediek ezt a lehetőséget. Mert ilyen nem biztos, hogy lesz, hogy 2-ös ember előnyben támadhatnak. Alilovics! Mit védett? A fél Főnix csarnok az ő nevétől hangos. Itt még Sierra védése, és itt pedig Selman zicsere után Alilovics. Azt reklamálták a szegediek, hogy ott a belülfekvő Márgo csak akadályozta a lövőjátékost. Hát igazából azért valljuk meg, nem. Nagy László. Marad a 21-21. Az utolsó 2 percen belül járunk. Lassan lepörök a Veszprémi ember hátrány, és Lékai honnan dobja be. Lékai Máté negyedik gólja, jön a szegedi időkérés. San Carlos Pastornak most valamit elő kell vennie megint. Hiszen hátrányban a csapata, de még emberelőnyben. Guarda, player!
the player from every side. What's from bench? Yeah, hey, go to the bench. Hey, okay. Hey, play, pivot. Pivot. Salting. Salting. Pivot. Hey, this is done. Four players, okay? This is the pivot. Okay. Open, and you go to the middle. Okay? Hey, what? Okay. If no, inside, normal situation, okay? He play. We go fast, I will pass. Go down, off. Hey, hey, come on, yeah. Get down, off. Second. Egyelőre leginkább ahhoz hasonló ez a döntő, mint ami volt a két csapat legutóbbi bajnoki mérkőzése. 24-22-re a Veszprém nyert, előbb azt mondtam volna, hogy csak egyen nyert, akkor a Veszprém, akkor elnézést. Akkor kettővel, most egyen vezet, kettővel többen a szegediek a pályán. Selman le a szélre, Halilovic megint. Visszamegy Selman, az a labda. Na most mi az ítélet? Balogh bedobta, én már hallottam síp szót, de valóban volt-e. Itt van még egyszer, Margucs bent volt, de visszaúzta a lábát, Selman beledobta Halilovicba, Halilovic örül, eddig tiszta. Most volt a síp szó, megérte át Balogh gólja. Jöhet a Veszprém, valamivel több, mint másfél perc még hátra, másodpercekig még ember hátrányban a címvédő, amely közel a címvédéshez, illetve közelebb itt a Szeged. Nyugtatni kellett a kispadot, illetve valamit ott rendbe tenni. Kostarics be, és érkezik Nilsson. Teljes létszámban a csapatok, mind a két szurkolótábor talpon. Egy perc, 20 másodperc még hátra. Miért áll az óra? Valami történt itt a lelátón. Ebből nehezen tudom megfejteni. Most írnak be valakit a jegyzőkönyvbe. Dragan Gajic. Hát van erre lehetőség. Más kérdés, hogy a bajnoki döntő végén ennek mi a jelentősége. Dragan Gajic. Ugye egy biztos büntető dobóról beszélünk. Lehet, hogy Szabate úgy csapkozik, hogyha a maradék időt nem sikerül kihúzni, akkor egyenkivel appellálnia majd a büntetődobásokra. Nilsson, Lékai, Palmarsson, kapufa, Margucs kezében a labda, Nagy László, Lékai mutatja, hogy mindenki nyugodjon le. Palmarsson kéri a labdát és kapja is Lékaitól, Iváncsik, belül az utolsó percen. Kasper Margucs, Lékai, Nilsson. Időkérés, Javi Szabaté. Hallgassuk Javi Szabatét. Let's play this before. Okay? If they are in 6-0. You said we are part of the middle, right across, and you play like this. One situation option. Let's play after this. Lula, let's open the pivot and Aaron. Blazevic, full. Yes, yes. Okay? Okay. Hey, listen. Aaron, If they are passive, three plus fly. If they are passive, hey, listen, 5-1, 5-1, 7 direct arrow. Okay, I'll. Harry, get the arrow. Nilsson és Gaber csatája.
japánok, valamint Suk, Margucci, illetve a veszprémi szurkolók. Itt pedig az eddigi utolsó gól Lékaitól, ami a 22-21-es veszprémi vezetést eredményezte. Lékai ellövi, Sierra véd, jöhet még a Szeged. Az utolsó fél perc kezdődik. A Szeged kezében a döntés. Ha bedobja a kékmezes csapat a támadás végén, akkor lehet, hogy még van ideje támadni a Veszprémnek, de hogyha így folyik az akció, akkor nem lesz, akkor egyenlő, és jönnek a büntető dobások. Ha nem, akkor megvédi címért a Szeged. Pontosabban a Veszprém, bocsánat. A Szegednél a labda, Balog, Balog elővés, Balog elővés. 22-22 van még hátra, 5 másodperc, bedöntik ott Nilsson. Ez ugye, ez kardinális kérdés, ebből kizárásnak kell lennie. Megakadályoztak a végén egy dobást, egy indulást. Így van, piros lap. Ugye ez hasonló eset volt, ami miatt megóvta például a Szeged a Tatabánya elleni mérkőzést, azt a bizonyos bajnoki mérkőzést, amit majd április 25-én játszanak újra. Az biztos, hogy Matej Gaber már nem fog labdához érni ezen a Magyar Kupa döntőn. 2 másodperc van még hátra. Hát a Veszprém ezt még valahogy kapura tudja-e tenni. Megy a tanakodás, még a zsűri asztalnál, hogy pontosan mennyi idő van még hátra. Xavi Sabaté győzködi még Herceg Pétert. Én csak azt látom, hogy 2 másodperc, hogy ez egészen pontosan mennyi, azt nem tudom. Hát valamennyire biztos, hogy játékba hozza a labdát a Veszprém, mert hogy a szabály értelmében ilyenkor 7 méteres jön. Ez ugye az új szabály. Aaron Palmarsson címvédéshez juttathatja a Telekom Veszprém csapatát Sierra vele szemben. És Palmarsson bedobja, és ezzel a góllal Magyar Kupa győztes ismét, sorozatban 9-szer a Veszprém. Egyenlített a végén a Szeged, aztán egy buta hiba, és pont az új szabálynak köszönhetően ebből kizárás és büntető. És ott van örömmáborban a veszprémi csapat. A második félidőben a büntetőkön volt a hangsúly. Sokszor akadozott a játék, sokszor volt szabálytalanság, és most a szabálytalanságok közül a legbutább után az a 7 méteres, amivel a Veszprém megvédi a címét. 23-22 tehát, és a veszprémi örömképek. Nem tudja tehát ebben a szezonban sem leszorítani a Magyar Kupa trónról a Veszprémet, a szegedi csapat. Veszprém, Szeged tehát 23-22.
A Tipix Magyar Kupa négyes döntőjének ünnepélyes megméretését szeretnék megtartani különnyékkal, kupákkal és érmekkel. Én ők csapatot szeretettel várok a küzdőkére. A szurkoló figyelmét felhívjuk, hogy a pályára bemenni tilos. Az autógrafokat majd az eredmények és utána a pályán kívül lehet kérni a csapatoktól, játékosoktól. Köszönjük szépen a megértést! De még előtte egy Lékai Máté interjú. Nagyon hálás vagyok, Máté, ki tudtalak rángatni a tömegből, hát milyen ezt megélni most, hasonló a tavalyihoz? Iszonyatosan boldog vagyunk, egy nagyon nehéz szezonban, aminek még közel sincs vége. Megszereztük az első sorozatnak a végén egy első kupánkat idén. Előző héten kikaptunk a döntőbe. Most visszajött a Szegeden nagy hátrányból, de megmutatta a csapat, hogy milyen tartása van. A Mirka a legvégén iszonyat fontos labdákat védett, és hát az Áron a hetes belőtte a végén. Egy hasonló szituációban, amik a Tatabánya ellen a Szeged nem tudott elvégezni. Most nekünk kedvezett ez a szabály. Köszönöm szépen, Máté, gratulálok még egyszer, és engedlek is vissza, hiszen következik az eredményhirdetés. Eredményhirdetések sorában elsőként az egyéni díjak. A négyes döntő legjobb játékosa Gasper Margucs lett, aki végül a döntőben is a nyerő ember. Hét góljával Gasper Margucs tehát a négyes döntő legjobb játékosa. A legjobb kapus José Manuel Sierra lesz. Főszerepben voltak a kapusok a döntőben. Ugye a finálé elején Mikler Roland fogott fontosakat. Aztán Sierra volt, aki egy 7 méteressel megfordította tulajdonképpen a mérkőzés menetét. Ugyanál a 7 méteresnél kétszer is védett. És aztán a mérkőzés legvégén, az utolsó harmadban Mirko Alilovics volt, aki főszerephez jutott. Közülük Sierra lett a legjobb kapus. Ugye felsorakozott mind a négy résztvevő csapat, nem csak a két finalista, hanem a Tatabánya, valamint a Csurgó is. Juan Carlos Pastor pedig lemondóan nézett egy picit, illetve eletörődően. Egy külön díj debreceni származása, Debrecenben született Juhász Ádám a válogatottba. A januári világbajnokságon berobbant tatabányai játékos, ezért a teljesítményért vehet át egy külön díjat dr. Pap Lászlótól, Debrecen polgármesterétől majd. És hát a bronzmérkőzésen is nagy szerepe volt abban, hogy a Tatabánya meg tudta szerezni 2012 és 14 után a bronzérmet. Juhász Ádám tehát Debrecen büszkesége Tatabánya színeiben.
És akkor végig megyünk majd a négy csapaton, miután magunkhoz tértünk a döntő izgalmaiból. A négy csapaton, a negyedik helyezettnek Marcinka Zoltán, valamint Makarai Balázs fogja átadni majd a díjakat. Ugye a női magyar kupa döntőn is láthattuk azt, hogy bár a negyedik helyezett ugye vereséggel zárja ezt a kupa döntőt, kap emlékérmet, ezek kerülnek majd átadásra. A Csurgó csapata 2013 után volt ismét a Magyar Kupa 4-es döntőjében, akkor sikerült bronzérmet szerezni a Somogyi együttesnek, most viszont nem az elődöntőben, a Veszprém ellen egy tisztes helytállás. 33-23-as vereség, míg a bronzmérkőzésen helyenként fellángoló játékkal, de végül 5 gólos vereség a Tatabányától úgy, hogy korábban Sótonyi László csapata végigment 3 fordulón is a Magyar Kupában. Akik a Magyar Kupában pályára léptek Csurgói oldalon, Balog Tibor, Varjú Martin, Faluvégi Rudolf, Halász Levente, Balog Ákos, Gazdag Tibor, Hornyák Péter, Pordán Bálint, Boruc Oszlák, Bojan Radjanovic, Géci Áron, Julián Jerebie, Kafar Hadziomerovic, Álvaro Rodriguez, Jakub Mikita, Malak Astrasapkin, korábban még az eligazolt Stefan Csabor, illetve a sérült, jelenleg sérült Hanu Szegon, illetve Josip Pazsin. Ők tehát a Csurgó csapatában, akik a negyedik helyen végeztek, így az EHF kupa indulást azt a bajnokságban biztosíthatják be, jelenleg ott is negyedik a Csurgó, a Balatonfüred, valamint a Budakalász előtt, a Tatabánya mögött szinte beosztatatlan hátrányban. Ennyit a negyedik helyezett csapatról, a Csurgói KK-ról. A bronzérmet a korábbi kétszeres győztes Tatabánya szerzi meg, illetve szerezte meg, most kapják majd át. A bronzérmet ezért Olá Sándortól, az MKS elnökségi tagjától, illetve Becski Andrástól. Vladan Matic higgadtan értékelt a bronzmérkőzés után. Ő is elmondta, hogy ez az eredmény, illetve a Tatabánya szereplése, hiszen ne feledjük, egy még mindig EF kupában álló és versenyben lévő csapatról beszélünk, akkor lehet a közeljövőben akár a Veszprém, vagy akár a Szeged szintjén, hogyha komolyabb büdzsével tud rendelkezni majd a Tatabánya. A játékerő olykor-olykor elkapja a két nagyot. Most ez a Magyar Kupa harmadik helyére volt elég. Pásztor Ákos, Milos Ujovics, Juhász Ádám, Sipos Adrián, Székely Márton, Szőlősi Balázs, Leimeter Csaba, Tóth Mihály, I. és Ferenc, Rosta Miklós, Demis Grigórász, Dénes János, Szőlősi Szabolcs, Vladimir Vranyes, Nagy Szabolcs, illetve Reményi Szabér, valamint Harsányi Gergő, aki sérült és nem vehetett részt a Magyar Kupa 4-es döntőjében, de korábbi mérkőzések alkalmával szerepelt a Magyar Kupában. Ők tehát a bronzérmesek, és a magyar bajnokságban is jó úton van a Tatabánya felé, hogy ezt megszerezze. 10 ponttal lemaradva a Szeged mögött, és 6-tal megelőzve jelenleg a Csurgót a harmadik helyen Vladan Matic csapata. Az EHF kupában sok sikert kívánunk a tatabányaiaknak. És akkor következik a második helyezett díjazása. A Molpik Szeged ismét. Horváth Gabriella, az MKS főtitkár helyettese, valamint a Debreceni Egyetem rektora, professzor Szilvási Zoltán adja majd át a díjakat. A legutóbbi, most már a mostanit is beleszámolva, akkor 6. döntőben volt Veszprém-Szeged összecsapás. 2012-ben 1 góllal, 2013-ban 6 góllal, 2014-ben szintén 6-tal, 2015-ben Pécset 4 góllal, tavaly csak büntetőkkel, rendes játékidő döntetlen után büntetőkkel maradt alul a Molpik Szeged. És hát most is valami hasonló történt, hiszen egy büntető döntött el mindent, Áron Palmárszon keze, és hát az új szabályok
ott a lehetőség, amikor ilyen esetben az utolsó 30 másodpercen belül ilyen jellegű szabálytalanság, akkor kizárás és az ellenfélnek egy büntető, ezzel élt a Veszprém. A Szeged pedig a bajnokságban vághat vissza a veszprémi csapatnak, ott a vesztett pontok tekintetében azonosan áll a két nagy a táblázat elején. Ha minden így marad, akkor a bajnoki döntőt, amelyben az alapszakasz első két helyezettje vesz majd részt, ezt hazai pályán zárhatja le a MOL Pick Szeged. Ennek láthatóan azért most nem tudnak örülni, hiszen ez mégiscsak egy elvesztett döntő, de szól a szép volt, fiúk lengenek a szegedi zászlók. Juan Carlos Pastor mutatja, hogy minden stábtag menjen oda, és vegye át azt a jól megérdemelt érmet, az ezüstérmet. José Manuel Sierra, Sandro Obrenović, Jonas Schellmann, Bodó Richárd, Szergei Gorbok, Tiágos Petrus González, Marin Ségó, Zubai Szabolcs, Balog Zsolt, Stas Kube, Alen Blázsevics, Matej Gaber, Mario Sostaric, Pedro Rodriguez, Bánidi Bence, Denis Buntic, Juan Carlos Pastor csapatában a Magyar Kupa két mérkőzésén. És hát akkor, amit az elmúlt években megszokhattunk, az nem változik. Az aranyérmeket a Telekom Veszprém játékosai vehetik majd át. Aki a díjakat átadja, Marosi László, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke, dr. Pap László, Debrecen polgármestere, valamint majd Becski András, a Debreceni Sportcentrum ügyvezető igazgatója. A protokolláris rész ennyi. És azt gondolom, hogy a Veszprémnek az elmúlt hétvége után ez egy komoly gyógyír. Akkor ugye a Shell Liga döntőjében nem sikerült a címvédés. A Brest ellen sikerült bejutni a döntőbe. Ott viszont a Várdár Szkopje erősebbnek bizonyult. Most viszont a Veszprém megmutatta, hogy van benne erő, és van benne tartás egy ilyen hosszú szezon végén is. Mert hogy azért már a végéhez közeledünk. A négy sorozatból a négy, ugye a Shell Liga miatt nem lehet meg, de rögtön az első, amit be lehetett gyűjteni, az első cím, a Magyar Kupa megvan. Immáron veszprémi oldalon 26. alkalommal, sorozatban 9-szer. És a 26 győzelemből ez a 14., amit a Szeged ellen szerez meg a veszprémi csapat. Megint szoros volt a két csapat közti mérkőzés, ha úgy tetszik, nem volt lehengerlő a veszprémi játék, ezt ki ítélje meg a maga vérmérséklete szerint. De a végén a Veszprém vitte be a döntőgólt, egészen pontosan Áron Palmárszom. És ezzel akkor tovább íródik a legenda, hiszen 14-szeres győztes most már így Iváncsik Gergő, valamint Gulyás Péter, nekik 2006-ból és 2009-ben ezüstérmük is van. 9-szeres győztes Renato Szulics, 8-szoros Terzics, 7-szeres Suk, és akkor mindenki a nyomukban. Hatalmas számok és nagyon nagy eredmény. Jön a hivatalos pezsgő is, és aztán majd a végső aktus, a Magyar Kupa felemelése. Ismét Nagy László reszortja lesz majd ez. Iváncsik Gergő, Suk Timozsin, Momir Ilić, Máron Palmárszom, Mikler Roland, András Nilsson, Krisztián Ugálde, Gáspár Márgocs, Ancsin Gábor, Mirszát Terzics, Mitko Alolovics, Renato Szulics, Lékai Máté, Nagy László, Dragan Gajic, illetve Csemar Rodriguez. 2017-ben a Tipmix férfi Magyar Kupa győztese tehát a Telekom Veszprém csapata. Immáron összesítésben 26. alkalommal. Vezénylik a szurkolókat, de nem nagyon kell, mindenki tudja a dolgát. Hozzászokhattak már, hogy hogyan kell ünnepelni. Elsőként Mikler Roland kortyol egy nagyot a pezsgőből, majd Mirko Alilović. Mindenki főszereplő volt, aki pályára lépett. Egyelőre még várunk arra, hogy meg tudjuk szólaltatni ezeket a főszereplőket. De már is adom Barta Zoltánnak a szót, hiszen mellette már van interjú alany.
Interjú alany van mellettem, méghozzá Juan Carlos Pastor, aki mellé megérkezik Marco Krivokapics is, hiszen segít a fordításban. Hát nem tudom, hogy milyen érzelmek kavarognak most a mesterben, de azt gondolom elég sok, melyik a legdominánsabb. Bueno, qué sentimientos tienes después de un partido de estos? Bueno, primero una buena vespre, ¿no? Es el campeón. Bueno, que al final ha sido un caro cruz. Hemos pagado nuestra muy mala primera parte. Y luego hemos pagado errores nosotros con un 6 y ellos con 4. Y el partido está decidido en un caro cruz y ha vuelto a salir cruz. Először is gratulálok a Veszprémnek, hogy a bajnok. Nem jól játszottunk az első fél időbe, és a második fél idő pedig megint egy 7 méteresen dőlt el. 6-4 ellen kaptunk egy gólt, és nem tudtunk gólt lőni. Ott dőlt el a meccs. Mi a vélemény az utolsó másodpercekről? ¿Qué opinión tienes de los últimos segundos? Hay que verlo por el vídeo y si ha impedido, pues es roja y es la regla. Es decir, que no lo he visto. En directo no puedo decidirlo, pero si ha impedido el saque, es roja y penalti. La nueva regla es clara. Habría que verlo en vídeo, pero vamos. Hát nem tud mit mondani, mert nem láttam, meg kell nézni a videót. Hogyha nem enged elvégezni a középkezdés, akkor úgy van, ahogy a játékvezetők fújták, 7-es és pirosak, de nem tudjuk, nem látok, hogy mi volt. Köszönjük szépen a sportszerű értékelést, és hogy ide fáradtak hozzánk, kedves nézők, jövünk még interjúval, olyannyira, hogy itt is van Báhi Bence, Báhidi Bence, úgyhogy maradunk a helyszínen. Hát Bence, mit lehet ilyenkor mondani? Nagyon semmit nem tudok mondani, nagyon sajnálom, hogy így alakult az utolsó 5 percben. Belehibáztunk kétszer, volt két zicserünk, azt kihagytuk. Én úgy gondolom, hogy ha az a két zicser bemegy, akkor minden más, de ez már a múlt, úgyhogy megyünk tovább. Éppen hasonlót akartam mondani, hogy akár azt is feltételezhetné az ember, hogy már az első fél időben nagyon komoly hátrányba került a Szeged, de ezt ledolgozta, sőt fordított, és a végén ott volt a kezében a lehetőség. Mi múlott még? Igen, nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, nem tudom, hogy miért, utána a második fél időben produkáltunk egy olyan 30 percet, amire úgy gondolom, hogy büszke lehet mindenki, a játékosok is, és ugyanúgy az edző is, de sajnos nem tudtuk elhozni az aranyérmet. Köszönöm szépen, Bence, jó pihenést kívánok! Hamarosan jövünk még a győztes féllel, és addig a szó a stúdióé. Szabáta, úgy tűnik, hogy ilyen szoros küzdelmek után tud kupát nyerni a Veszprémmel, de azt gondolom, hogy ezt egy pillanatig sem bánja. Mik kavarognak most önben? Jó, nagyon jó kis mérkőzés volt, nagyon soros. Szeretném gratulálni a Szeged csapatnak. Szerintem megérdemeltünk a győzelem, mert 40 perc jobb voltunk az első felülően. Túl sok jobb voltunk, a második felülön Sierra nagyon jó volt, nagyon jó vezet, azért jött vissza Szeged, és de utána az utolsó 10 perc szerintem nagyon jó volt, Cserelni a kapus, Mirko óriási volt, volt 2-3 vezet, nagyon fontos, jól játszottunk az utolsó 10 perc a legfontosabb pillanatban, és megérdemeltük a győzelem. Gajics beírása már a 7 métereseknek szólt? Igen, persze, volt 15 játékos, és az utolsó másfél perc írtunk be, mert nem biztos, hogy nyerni fogunk, azért volt, hogy volt a jelentkezés. Mit jelent most ez az aranyérem, hogyha mondjuk összehasonlítjuk a tavalyi kupa győzelemmel az ön számára? Meg egy kupa jelent presztízs, mert itt Veszprém Szeged mindig nagyon fontos.
És nekem a csapat az a legfontosabb, a csapat Veszprém mindig harcol, ez mindig akar nyerni minden. Nem sikerült a Cseh Liga, most egy hét múlva sikerült a Magyar Kupa, és most következő mérkőzés nagyon fontos is, Montpellier ellen otthon. Köszönöm szépen, gratulálok még egyszer, és sok sikert a Montpellier ellen! Azt hiszem nem túlzás azt mondani, hogy akár a Veszprém, akár hogyha rólad beszélünk, Laci, úgy játszottatok, mintha az utolsó mérkőzésetek lenne, bár kisebb-nagyobb hibákkal is nem volt mindig tökéletes a játék, de hát a végeredmény majdhogy nem ott lóg a nyakadban, csak hát elszakadt az érmed. Igen, valóban jó, izgalmas, szoros mérkőzés volt. Első fél időben egy szuper erős erődemonstrációt tartottunk a védekezésből. Kiindulva előnyre tettünk szert, sajnos ugyanaz a forgatókönyv vált vissza, mint Veszprém a bajnoki meccsen, viszont a legfontosabb az, hogy nyertünk, hogy azt már nem kell megmagyarázni, úgyhogy maradt nálunk a Magyar Kupa, végtelenül boldogok vagyunk, tisztában vagyunk, hogy nem a csapat legjobb formáját nyújtja, de hogyha ilyen küzdéssel, ilyen alázattal vagyunk fönt a pályán, akkor azt gondolom, hogy csúnya látéka is, de legalább tudunk nyerni. Ahogy említetted, valóban erődemonstráció volt az első félidőben, viszont ha nézzük a másodikat, akkor az első félidei erődemonstráció melyik csapatnak tett jobbat? Hogyha az egész meccset nézzük, 60 percet, ugye a győzelemmel zártuk, úgyhogy nekünk, de ennél azért több volt benne. Én azt gondolom, hogy ők az első félidőben a védekezésükben nem voltak olyan acélosak, mi annál inkább, és utána pont fordult a kocka. A Sierra nagyon jó védett, nálunk a Mirko, a kapubacsere az elképesztően jó jött, 2-3 fontos labdát védett, ugye támadásban is volt 2 kapufánk, nem ment be, de utána a kis szerencsével is meg tudtuk nyerni ezt a meccset. Azt mondják a szakértők, és valószínűleg így is van, hogy azért az elmúlt években most van legközelebb a Szeged a Veszprémhez, ugyebár győzniük is sikerült. Ez a Magyar Kupa győzelem most egy jó visszaigazolás számotokra? Kétségtelen. A Szegeddel az utóbbi években mindig nagyon szoros mérkőzéseket játszottunk. Idén megmutatták mind BL-ben, mind a Magyar Bajnokságban, illetve itt a kupa döntőn is, hogy nagyon jó formában vannak. Kicsi múlott igazából, szerencsésebbek voltunk a végén, de elég volt. Köszönöm és gratulálok még egyszer.